Sziasztok, srácok! Világos vagyok. Az előző progizással kapcsolatos videó után páran megkerestetek, hogy szeretnétek folytatást. Hát íme a folytatás. Ha esetleg még nem tetted meg, kérlek iratkozz fel a csatornára a videó alatti piros gombbal. Ha ez megvan, akkor vágjunk is bele. Ebben a videóban beszélni fogok arról, hogy egyrészt mik a legtipikusabb árulkodó jelei annak, hogy valaki program segítségével játszik. Illetve elemzünk is ilyen programos játékokat. Na most még mielőtt az egészbe belevágnánk. Előtte szeretném elmondani, hogy a videónak a célja nem a gyűlöletkeltés. Tehát határozottan szeretném kérni, hogy a videóban bemutatott, esetlegesen programot használó nikekkel rendelkező játékosokat ne zaklassátok, illetve kérlek titeket, hogy ne gyűlölködjetek. Na most sajnos a videóból nem tudom, illetve nem lehetséges kivágni, vagy eltakarni ezeket a progis felhasználó neveket. Azt viszont tudnotok kell, hogy mindenkinek van szabad akarata, illetve szabad választása azt illetően, hogy milyen módszert használ a pont gyarapodásra. A programot használók úgy döntöttek, hogy ilyen módon szeretnének pontokat gyarapítani, és ezért meg is kapták azt a bizonyos megkülönböztető jelet, a piros felkiáltó jelet, éppen ezért kapták meg a szervertől. Tehát én nem gondolom azt, hogy emiatt szükséges lenne őket rúgdosni. Na most akkor vágjunk is bele. Először is azt tanácsolom, hogy a videót mindenképpen nézd végig, mert beszélni fogok azokról a legtipikusabb jelekről, amik segítségével biztosan megállapíthatod, hogy az illető programot használ. Először is a progizás legtipikusabb ismertető jele a periódikusság vagy szakaszos játék. Na most mit jelent ez a szakaszos játék? Hát azt, hogy a programos játékos nem rak azonnal. Tehát az egyes egymás utáni lépései között tipikusan van egyfajta időperiódus. Tehát mit jelent ez? Azt, hogy tipikusan 5-10 másodpercenként rak le egyet. Na most egyes programot használó játékosok között ez a periódus eltérő hosszúságú, lehet akár 15-20 másodperc is. Illetve most szeretnék is bemutatni egy példát erre. Ha megnézzük, akkor itt például lehetséges. Ha megnézzük az X-el lévő játékos, nézzük meg, és figyeljünk erre a periódikusságra. Tehát nézzétek meg, nem azonnal rak, hanem mindig eltelik 1-2 másodperc. Nézzétek, 5. Eltelt 5 másodperc. Én például most rögtön H10-re raknék gondolkodás nélkül, és megint megy az idő, hát vagy oda, igen, így, és itt most ez a taktika, K8,
Hát íz. Ezt egy mester rögtön kiszúrja. Hát vagy esetleg ott, de következő K8 vagy H10. Hát vagy esetleg az, és itt egyébként az X már egyértelműen nyert. Tehát erre a periódikusságra figyeljünk. És igen, egyébként itt a nyerés. H10, K8. Ezt egy mester azonnal berakja. Nézzétek meg, ő nem rak azonnal. K8 azért, mert megvárja a program lépését. 4 másodperc. 5, hát vagy itt. Tehát a program második egyértelmű jele, hogy a delikvens egyértelmű lépéseket nem azonnal tesz meg, és ez azért van így, mert biztos, ami biztos, meg akarja várni a programnak a lépését. Tehát ez azt jelenti, hogy a programot használó játékosnak a játéka sokszor már megnyert helyzetben sem gyorsul fel. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyert helyzetet is utána teszi, tehát ő utána alakítja ki, nem azonnal, mert tekintve vagy valószínű nem látja. És tipikusan, tehát a nyert helyzetet sem rakja be azonnal, pontosan azért, mert meg kell várnia a gépnek a válaszát. Na most, rendkívül fontos, hogy azonban ez alól, a szabály alól, a periódikusság alól van egy kivétel. Ugyanis a programnak létezik egy másik, durvább fajtája is. Ez az úgynevezett beépített, vagy robot program. Na most én közben itt próbálok keresni progis meccset, de most itt hirtelen nem látok. Azt mondja, itt van, de valószínű ő egy, igen. Jó. Tehát a programnak az úgynevezett durvább fajtája a beépített vagy robot program. A robot lényege a következő. Letölt a delikvens egy úgynevezett robotot a netről, majd ezt a robotot csatlakoztatja a Flyor Die-nak a szerveréhez, az Amoeba játékhoz. Na most, hogy ez a robot program hogyan működik? Mondom. Tehát legelső lépésként a delikvens, közben menjünk be egy meccsre. Ő egyébként két nagyon erős nagymester, és egyik sem használ programot. Tehát ott tartottunk, hogy ez a robot program, ez hogy működik? Úgy, hogy a delikvens letölt netről egy robotot. És ezt a robotot csatlakoztatja a Flyor Die táblájához, amin játszik. És amint ez a csatlakozás megvan, a robot onnantól kezdve helyette lép. És a lényeg az, hogy ezen robotok közül az erősebb robotokba előre be vannak kódolva tipikus amőba megnyitások, illetve van neki úgynevezett SV, vagyis serving módja is. Tehát ez azt jelenti, hogy a gazember elindítja a csatlakoztatott robotot, és az helyette lépve végigviszi a partiát. És a delikvens csak hátradől, és nézi azt. Ugyanis a program lép helyette. Na most közben én itt próbálok keresni hát programos játékos, de most éppen megint nem látok. Közben akkor...
Igen, hát közben akkor nézzük meg a két nagymesternek a partiját. És a lényege, hogy ezen beépített robotprogramnak köszönhetően, pontosan a robotprogram miatt fordulhat az elő, hogy az adott proginak még 50, egy perces parti esetén, például még 50-52 másodperce van az óráján akkor, amikor az ellenfelének, aki nem programot használ, annak meg mondjuk maradt 5 másodperce. Az ilyen játékos tipikusan a beépített programot használja. Na most egyébként zárójelbe szeretném megjegyezni, tehát zárójel nyit. Van egy youtuber, akinél én nagyon erősen erre a beépített program használatára gyanakszom. Aki nyilván nem én vagyok, zárójel bezárva. Tehát akkor röviden foglaljuk össze, hogy mik is a progi használat egyértelmű jelei. Most nem játszom. Tehát a program használat egyértelmű jele először is a szakaszos vagy szaggatott játék, aminek a jellemzője a periódikusság. Tehát, hogy az egyes megtett lépések között tartósan hosszabb időtartamok, például 20-30 másodpercek telnek el. Ugye? A másik tipikus jele van ezeknek a robotprogramoknak, tehát amit csatlakoztat a delikvens, amit a delikvens csatlakoztat a játékhoz is helyette játszik, hogy ezek a robotprogramok tipikusan nagyon mély, nagyon hosszú kombinációkat 8-10 lépéssel előre kigondolt tökéletes kombinációkat visznek véghez viszonylag nagyon rövid idő alatt. Pontosan ezt teszi annyira erőssé. Na most úgy néz ki, hogy egy programmal megjelölt játékos játszik, nézzük meg a kört. Na nézzük, most elmondom, mire figyeljünk. Periódikusság. Tehát nem tesz azonnal. Nézzétek meg. A lángmadár... Nézzük meg, hogy mennyi idő alatt tesz. Ő úgy néz ki, hogy nem használ programot. Oda. Nézzük meg, hogy ezt a nyilvánvaló fenyegetés mennyi idő alatt védi. Valószínű, itt fogja védeni. Tehát én, mint mester, én ezt azonnal itt védeném, tekintve, hogy itt és itt ezzel kialakítok egy nyert helyzetet. Tehát itt ő neki nyert helyzete van, és nézzetek meg, hogy ő erre mennyi idő alatt jött rá, illetve a programja itt a nyert helyzet. Tehát nem tesz azonnal. Periódikusság. Aztán, és itt a nyert helyzet. Nézzük meg, lesz-e visszavágó. Nézzük. Igen, nézzük a játékot. Látjátok? Nem tesz azonnal. Én azonnal ide tennék, illetve így nyitnám az állást ellalakba. Ő nem. Tehát periódikusság. Na most, egy másik tipikus ismertető jele a programosnak, hogy a delikvens, illetve az ő egyéb pontgyűjtő, a delikvens felhasználó nevei tipikusan nagyon rövid idő alatt, tehát például egy-két nap alatt hatalmas mennyiségű pontra tesznek szert. Pontosan azért, mert a program nem fárad el. A program nem fog elfáradni, tehát például mondok egy példát, például nulláról 550 pontra 2 nap alatt eljut. Ez például azonnal egy nyert helyzet az X-nek. Itt-itt. Illetve kapásból itt-itt. Tehát én ezt rögtön látnám, és rögtön ide tenném, nem gondolkodnék rajta 5, 10, stb. Másodpercet.
Igen. Tehát ez például sajnos itt elég erősen gyanakszom a program használatára, tehát mondtam itt. És ő ezt már nyilván ezt ő is látja, tehát ezt már nagyon gyorsan be fogja tenni. Tehát szakaszosság. Jó, nézzük, lesz-e követ további játék. Igen. Nem. Akkor nézzük meg, és itt van egy még egy programos játék. Tehát nézzük meg a periódikusságot, nézzétek, egy perces a meccs, és megy az idő, gondolkodik az X. Tehát egy perces meccs, és megy az idő, tehát periódikusság. Nézzétek megint. Valószínű, ez beépített program lesz. Így van. Azonnal ide tennék. Vagy ide. Igen, itt vagy oda, ide. Igen. Nem, ez szerintem nem beépített program, hanem ez úgy van használva, de ez biztos, hogy program, mert a periódikusság megfigyelhető. Nem tesz azonnal. Jó. Hát igen. Igen, X oda, ide tennék talán. Nem, oda. Igen, ez egy jobb. Tehát nézzétek, itt már kezd jobban állni, és én ide tennék utána K8-ra. Igen, ezt ő is észrevette oda. Hát itt egyértelmű nyert rögtön. Lássuk, lesz-e visszavágó. Igen. Ja, és ráadásul még be van állítva az előfizető által nyitás is. Egyébként a nyitást azt ugyanígy egy móddal éri el, tehát egy móddal beállítja ezt a nyitást, és valószínűsítem, nem tudom, na most én nem tudom eldönteni, hogy ő, hogy az X esetében ez beépített program, vagy ő gépről teszi meg, de valószínűsítem, hogy ő ezt gépről játsza. Tehát ez nem egy beépített program, hanem egy másik, ennek az a lényege, egy másik táblán meglépi a gép ellen azokat a lépéseket, amiket az ellenfele lép egy programban. Nézzétek, periódikusság. Illetve olyan tervek, amik nagyon bonyolultak. Hát itt például. És nézzétek, hogy ezt a tervet körülbelül 4 lépéssel előre meghozta. Ezt a tervet, látjátok? Itt. És körülbelül 4 lépéssel előre meghozta, és ezt a tervet körülbelül 5 másodperc alatt vitelezte ki. Tehát pontosan erről beszéltem. Periódikusság, illetve ugye másik tipikus ismertetőjel, hogy nagyon mély, hosszú kombinációkat, illetve nagyon mély, 5, 6, 8 vagy több lépéses kombinációkat nagyon rövid idő alatt tökéletesen kivitelez. Biztos jele a programnak. És ne feledjük el, hogy van egy amőbával foglalkozó youtuber, aki természetesen nem én vagyok, akkor nem csak ilyen kevés pontom lenne. Tehát van egy youtuber, akinél erős a gyanúm, hogy ő beépített programot használ. Nézzük meg még egyet. Ő látszólag programot használ. 10 perces játék, tehát 45 másodperc alatt letett 4 darab bábút, valószínű jele a programnak. Ugye? És lássuk itt, mi a fenyegetés itt, hát ez egy, én most ide tennék. Ide védeni kell, így van, itt védeni kell, tovább teszi itt, vagy esetleg ide tesz. Tehát vagy C4, mondtam, látjátok, tovább teszi, vagy utána meg ide fog tenni szerintem, ide. Tehát ezt egy mester azonnal látja, nem gondolkodik rajta, érdekes, hogy ő meg igen. Nézzétek, tehát a periódikusság ismét. Tehát honnan gyanakodhatsz, látjátok? Utána pedig, hát nem is tudom, vagy ide, nem, ide tennék, ide, ide, ide. És itt építkeznék, itt a nyerés. Ez a körnek nyert helyzet. És látjátok, megint 10 másodperc. Vagy ott, itt, és itt fogja a nyerő helyzetet kialakítani valahol. Tehát ez a körnek, hát így meg pláne, és látjátok, igen, tehát ez neki nyert helyzet. De a periódikusság tökéletesen megvan, tehát nem azonnal tesz. Nézzük a visszavágót.
Igen. Ismét. Nézzétek, elkezdődött a játszma. Na, ez nem egy beépített program, hanem ez egy számítógépen futtatott másik program, aminek a lépéseit a programot használó játékos megteszi. Na most ezt mesterek tudják, hogy ez valóban egy írtó erős kezdés, én is használom ezt a fajta kezdést. Itt már az X-nek hatalmas előnye van, én ide tennék, ide, esetleg ide. Lássuk, hogy mennyi idő alatt teszi meg. E7, vagy esetleg H6. Na ez mi? Igen, utána most meg ide tennék. Ide tennék azonnal H5-re. Látjátok? Én azonnal oda tettem volna. Itt, és X már nyert is, ha hiszitek, ha nem, X már nyert. Itt, nézzétek, hogy mennyi idő alatt teszi meg. Ide tennék, F4, vagy esetleg E3, látjátok, F4. Most meg ide tennék, G3. G3 is nyert, mert hát vagy G3, látjátok, utána meg ide tennék, ide. Ide tennék, G4-re, védeni kell. Nem, oda. Na most itt mit akar? Itt. Látjátok, igen, oda tennék, itt támad, így van, ezt itt védeném, és itt nyert, ez itt a nyerés. Most nézzétek, hogy mennyi idő alatt húzza be, itt a nyerés. A J4H3G2 átlón nyert az X. Ezt védeni kell, és nézzétek, hogy mennyi idő alatt védi ki. Tehát erre is jó, hát 3 másodperc, most meg itt fog megint támadni, vagy itt. Nézzétek, mennyi idő alatt védi ki. Hát jó, 2 másodperc most, oké. Mennyi idő alatt védi? Tehát látjátok, 3, oké, 4 másodperc. Jó, hát az embernél is lehet így, de igen. Periódikusság tökéletes minta példája. És egyébként most ő itt nyert, itt. Nézzétek, mennyi idő alatt teszi be. 4 másodperc, 5 másodperc, 6. Tehát ennyi idő alatt én már régen nyertem volna. Ennyi. Ennyi. És itt nyert. Kilépett. Jó. Oké. Másik meccs. Van-e? Egyenlőre nincs. Jó. Hát igazából talán így a videó vége felé egyetlen kérdés maradt. Hogy jogosan tehetitek fel a kérdést, hogy ez rendben van, de én ezeket honnan tudom? Na most szeretném leszögezni, én soha nem használtam, illetve nem is használok programot. A helyzet az, hogy én alapvetően versenysakkozó vagyok, és sakversenyekre járok. És a sakk esetében a versenyre való készüléshez, versenyre való edzéshez sakkprogramot azt szoktam használni valóban, de azért, mert tökéletesen rászoktat a pontosságra, de soha nem a programot nem használom ellenfelem ellen. Tehát csak készüléshez használom sakkversenyre. Tehát a lényeg az, hogy versenyre való készüléshez, edzéshez sakkprogramot azt szoktam használni, és hát a sakkosok között már egy 4-5 éve ez a sakkprogramok a szakterületem. Tehát amikor megkérdezed, hogy rendben van, de én honnan tudom ezeket, amiket tudom, innen. Mert a sakkprogramok azok a szakterületem. Tehát tudom azt, hogy a sakkprogramok milyen elven működnek, mi a lényege, hogyan hozza meg a döntésüket, és ezeket a dolgokat innét tudom. Nézzünk, van-e még egy meccs? Igen, nézzük meg. Nézzétek meg, periódikusság. Tehát a lényeg az, hogy a sakkprogramok is hasonló elven működnek. Jó, periódikusság, tehát úgy néz ki, hogy az X
Nézzük meg egyébként egy másik nagyon tipikus jellemzője a programot használóknak, hogy ugye a rendkívül gyors pontgyarapodás, illetve a rendkívül magas győzelmi, illetve vesztési arány, és ha most lehet, akkor... Hát most én hirtelen nem tudom nektek megmutatni az illető mesternek az adatlapját kamerába, de én itt látom. 9594 nyerés, mindössze 2069 vesztés. Hát ha én ezt fejbe kiszámolom, én azt mondom nektek, hogy ez olyan jó 4,5-szeres szorzó. Tehát ez azt jelenti, hogy az illető 4,5-szer annyi meccset nyer meg, mint amennyit elveszít, ez döbbenetes. Tehát a hatalmas győzelmi vesztési aránynál ugye ismételten gyanakodjunk a programra. De még egyszer, nem szeretném azt, hogyha az illető mestert, látjátok, nyert. Lássuk a visszavágót, ha lesz. Nem lesz. Jó, nézzük, van-e még delikvens? Nem, most nem szeretnék játszani. Jó, hát okos nőci játszik a bajnokkal. Jó, tehát ugye még egyszer a periódikusságra figyeljünk, ha az ellenfél nagyon periódikusan lép, illetve ezen periódikusság mellett viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy mélységű, akár 8-10 lépéssel előre gondolkodó, 8-10 lépéssel való előre gondolkodást sejtető lépéseket, tehát nagyon mélyen elgondolt lépéseket, terveket vitelez ki, visz véghez nagyon rövid idő alatt, tipikusan 1-2 perc alatt, akkor erre gyanakodjunk, hogy az illető programot használ. És nyilván ugye az egy előző videómban pedig mondtam, hogy másik tipikus tünete vagy jele a program használatának a hihetetlenül magas győzelmi vesztési arányszám. Tehát ha ez 400%, az már szinte biztos jele a programnak. A 400% azt jelenti, hogy az illető 4-szer annyi meccset nyer meg, mint amennyit elveszít. Ugye? Tehát valami ilyesmi. Jó. Hát most itt én próbálok itt keresgélni másik játékos, de most hirtelen nem tudok, tehát nézzük meg megint. És még egyszer, a videó célja nem a gyűlölet keltése. Tehát nem szeretném még egyszer, hogy az illető mesternek most nekiessetek, különböző szidalmakkal illessétek, egyszerűen azért, mert a progizás, srácok, a progizás alapjába véve nem szép dolog. Ezt elismerem, és nem is szeretnék bárkit arra bátorítani, hogy programmal éljen, egyszerűen azért, mert én szerintem nincs értelme, másrészt pedig megöli a játékot. Mert amikor valaki programot használ, ne felejtsétek el, soha nem a saját fejéből játszik. Soha nem a saját fejéből játszik, hanem egy mesterséges robotnak a tudását sajátjaként állítja be, ami nyilvánvalóan nem a saját tudása. És ezzel a program használatával ugye pontokat szerez, és felnagyítja mesterségesen a saját tudását, amivel nyilván nem rendelkezik, viszont én még egyszer szeretném kérni, hogy sajnos a videóból nem tudom kitakarni, élő felvételből, illetve videóból nem tudom kivágni az adott mesternek a nevét. De szeretném kérni, hogy ne zargassátok, vagy zaklassátok őket. Ez egy döntés, ők így döntöttek,
szabad emberek tiszteletbe kell tartani. Ennyi. Jó. Jó, nézzük, hogy megvan-e a periódikusság. Közben nézzünk meg, hogy van-e más delikvens. Spartacus és itt a nyerek. Most igen, a nyerekkel szeretnék bemutatni még egy bemutatót, de úgy látszik, hogy ő nem játszik. Hát marad a kör. De igen, ez most érdekes. Itt az állásból nekem az, igen, én azt oda tettem volna, most ide tennék, ide, igen, most ide tennék. Igen, ide tennék közbe a... Jó, igen, igaz, igazság szerint ugye itt nem lesz a körnek semmi. És most azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy itt az X az jobban áll, talán. Illetve ezen lépés miatt nem, mert itt ezt a hármasát a kör K9-el szét tudja zúzni. Tehát én most vagy K9-re tennék, vagy esetleg itt valamit építenék. Látjátok K9? Látjátok, hogy mennyi idő alatt született meg az a döntés? Jó, K10. Hát egyértelmű. Egyértelmű K10. Na. Jó. Hát közben. Na nézzük akkor a bajnok játékát a programossal. Tehát egy láthatóan programot használó, hát úriember játszik a bajnokkal. Bajnok van a körrel, a program látszólag az X-el. És most ugye a programnak nagyon kevés az ideje. Lássuk, hogy a program ez alatt tud-e nyerni. Ez kérem szépen nagyon izgalmas, hölgyeim és uraim. Ugyanis itt most én nem látok az X-nek esélyt, tekintve, hogy ugye ez egy módosított tábla. Tehát most, hogyha a bajnok ezt ki tudja húzni, már pedig ki fogja tudni, és itt van a nyerés, a hölgyeim és uraim, nagyon szép! Nagyon szép! Negro nyert! Szép! Azt mondja, azt kérdezi, hagytad magad, azt mondja, hogy aha, hát igen, ez kicsit furcsa volt, ez igen. Körtáblán szerintem fehér erősebb, hát én ezt nem tudom. Nem szorul ki olyan könnyen, nem tudom, bajnokkal nem vitatkozom. Lássuk a játékot, figyeljünk arra, periódikusság, látjátok? Egy perc, eltelt 6-7 másodperc, tehát ez nem egy beépített program. Ez egy SV mód, hölgyeim és uraim, viszont ezt ugye a bajnok húzza. SV mód következik H7, ez egy tipikus elalaktartása SV mód mellett. A bajnok SV-be kezdett, és megy a periódikusság. Nagy valószínűséggel, milyen engine-t használsz, a bajnoknak csak nem kell. Emri, jó, oké. Megy tovább, és nézzétek meg, hogy már 27 másodperc, illetve már 30 másodperc eltelik, 5. lépés, hölgyeim és uraim. Megszületett, itt a bajnok hatalmas előnyben van idővel. Itt fönt kell védeni, így van, itt túl erős lenne. Itt van-e lehetőség? Nincs, itt le kell védeni, itt vagy itt, így van, nagyon jó. Levédi X-el, tessék. Hát itt igazából a bajnoknak csak annyit kell csinálni, hogy védekezik a körtámadásai ellen, és nyerni fog idővel. Idővel, hölgyeim és uraim, itt esetleg lehet valami, semmire nem megy, az X jobban áll, hölgyeim és uraim. Igen, ez nem egy félrakás, hanem itt... Igen, az X nyert. Az X nyert, hölgyeim és uraim. Nyert az X, gratulálok, nyert az X. Azt a mindenét, és itt nincs hely. És itt nincs hely, de egyébként az X nyert idővel, hölgyeim és uraim.
Jó. Az X idővel nyert, tehát itt ráment az időre. Szép. Jól van. Azt a mindenit! A kör támadásba lendült az utolsó percek alatt. Lássuk, tud-e nyerni? Ide! Ide, 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 ide! Így van, ki kell védeni? Ide! Ide, oda! Ezt kell kivédeni, ki kell védeni, hölgyeim és uraim! Ki kell védeni? Tud-e támadni? Lássuk, tud-e nyerni? Nem hinném! Nem hinném! Lássuk, 3 másodperc alatt tud-e a kör nyerni? Nagyon izgalmas! Itt vajon lehet-e valami? Nem! Itt, ez itt a fenyegetés! D6! Vata! Itt, ezt, így van, ide ki kell védeni, itt kell az X-nek, így van, így támad, véd ki, 10 másodperc, 1 másodperc ellen, hölgyeim és uraim, J1, így van, ki kell védeni, itt, ennyi, nagyon jó, itt a fenyegetés, és nyert, és nem tudta betenni azt a mindenségét, ez nagyon szép volt, ez nagy volt, szép, gratulálok. Ez, gyerekek, ez nagyon szép volt. Tehát ez igen, le a kalappal, ez nem. Fehérrel jobb lenni körtábla mellett, az a nehezebben szorul ki, nem tudom, nem vitatkozok, nem tudok állást foglalni. Ez nagyon szép, szép meccs volt, gratulálok. Nagyon szép meccs volt. Lássuk, lesz-e visszavágó. Lássuk, lesz-e vissza a swapot, meg kéne tanulja majd még. Hát igen, a swap az egy... Lássuk, jön a következő meccs. Lássuk, mi történik. Figyeljünk a periódikusságra. A periódikusság 5, 6, 7, 8, 8 másodperc, SV mód. Ez az SV-nek a módja. Lássuk, a bajnok hogy védi ki. Majd mutatok kezdéseket, mondja, hát ez egy picit vicces, hogy ő mutat, és nem a program. Elnézést, nem akartam cinkelődni. A meccs folytatódik, hölgyeim és uraim, a bajnok gondolkodik, lássuk, az elalak tartása, amit pár videóban megemlítettem is, lássuk, így van, itt védeném, és nem, ott. Na, ebből mi lesz? Igen, ezt védeni kellett, itt a fenyegetést, itt, lássuk, itt. Így van, a bajnok jelenleg, én azt mondanám, hogy jobban áll. Itt védeném le. Vá, mi? Micsoda? Mellétet, hölgyeim és uraim, igen, itt. Azt mondanám, hogy az állás egál. Miért itt folytatja? Ezt nem értem, hogy miért itt folytatja. Itt most az X-nek lehetőségei támadtak. Hölgyeim és uraim, az X-nek lehetőségei támadtak. Nem értem ezt a lépést. Itt. Itt most az X nyert. Itt, úgy van, ide, és az X nyert. Itt az X nyert, hölgyeim és uraim. Az X itt nyert. Az X nyert. Itt, az X nyert. Látjátok, mondtam. Tehát itt, ebben a helyzetben az X nyert. Ennyi. Program. Nagyon gyors, tehát... jaj, gyenge vagy. Hát, igen. Lássuk, jön a következő meccs, lássuk a feleket, hölgyeim és uraim, SV módot látunk a bajnoktól, tipikus SV mód. Utána elkövettem azt a hibát, hogy beleszóltam, ez mi? Ide, látjátok? Én, nekem eszembe nem jutott volna ide tenni az SV módot. Igen, ez az SV módnak szintén egy nagyon erős válfaja, de emberi, na, látjátok, emberi játékos ezt nem vállalná be, túl kockázatos. Itt kell védeni, hölgyeim és uraim, mennyi ideig gondolkozik rajta? Ide. Itt, Negro, így van, nézzük az időt, 11 másodperc előny a bajnoknál. Látjátok, az időperiódus sokkal többet gondolkodik. Tehát valószínűsítem, hogy ez nem egy robotprogram. Rendben, itt védi, a bajnok jelenleg jobban áll, és itt a fenyegetés L9, illetve majd J9 után, a bajnok itt jobban áll. Sőt, itt is K10, J10, és a bajnokunk úgy néz ki, hogy jobban áll, hölgyeim és uraim, igen, itt ezt a fenyegetést védte. Lássuk, tud-e valamit tenni? Azt mondom, hogy itt az X nyert, hölgyeim és uraim, itt az X nyert, itt kell védeni, mennyi ideig gondolkodik rajta.
Azért, mert itt van ez a fenyegetés, hát itt kell védeni, így van. Itt támad, és mondtam, hogy az X nyert, gratulálok! Nyerek ideje le is járt. Gratulálok. Szép volt. Ez nagyon szép meccs volt, hölgyeim és uraim. Jön a következő meccs. Figyeljünk az időperiódusra. SV mód. Ismét SV-t látunk, amit az előző partiban láttunk. Ez tipikus SV mód, SV kezdés. Lássuk, megint fogy az idő. Fogy az idő, megy az időperiódus. Igen, ez megint egy tipikus kezdés. Egyébként elég merész, tehát látszik, hogy valószínű itt gépről van szó. 50 másodperc a 44 ellen. Azt a mindenit, ez tényleg nem egy... Igen, itt védeném, úgy van, most én ide tennék. Ide tennék, és az X-nek itt nyerése van. Én szerintem. Az X itt nyert. Ezt nyerte az X, ezt megnyerte. Vagy nem. Itt, most ide tennék, F9-re, miért nem oda? Nem, ide, itt védi, vagy nem, itt. Na, vagy itt, melyik legyen? Időperiódus megint, az nem tudom, itt hányadik lépésnél vagyunk, tizediknél? A tizedik lépéssel elment 35 másodperc, tovább megy a meccs. Megyünk, és itt most egyébként rá kéne menni a bajnoknak az időre, én szerintem, itt védeném, így van. Itt lehet valami, én G3-ra tennék, itt, de ebből semmi nem lesz. Itt semmivel ugye nincsen... Na most nem tudom, hogy a program egyébként érzékeli-e azt, hogy a tábla módosult. Megváltozott tábla mellett játszunk, hölgyeim és uraim. És itt szerintem ez most egy programhiba lehet, mert a program ezt szerintem nem érzékeli, tehát itt most a bajnok előnybe került. Itt a bajnok nagyon erősen támad, hölgyeim és uraim, nyert helyzetet látunk itt. Nagyon jó, a kör ezt megnyerte. Gratulálok, 4-1. Én szerintem a kör ezt nyerte. Tehát a kör ezt megnyerte itt. Valószínű azért, mert itt a program ezt nem látta. Tehát itt a két... Azt a mindenit, ezt én sem láttam. Ezt én sem láttam, hölgyeim és uraim. Lássuk, lesz a következő meccs. Lássuk, menjünk tovább, várjuk a következő meccset, várjuk szeretettel, lássuk, hogy a következő meccs mi lesz, ha lesz következő, és lesz! A bajnokunk van X-el, lássuk, tehát látjátok, ez is egy nagyon ilyen furcsa kezdés, hogy ennyire távol mer kezdeni, és igen, ja igen, azért, mert ugye itt a két X nagyon távol van egymástól, jó stratégia, a kör egymás mellett kezd. De egyébként ez nagyon merész, ember így ritkán kezd. Nemes Gáboron, aki az egyik legerősebb nagymester, Nemes Gáboron kívül nagyon kevesen merik ezt megcsinálni, egyébként ő ezt sikerrel alkalmazza. Hölgyeim és uraim, az X bajnokunk gondolkodik, egyébként nagyon szépen játszik. Ja, bocsánat, az X az a program. Igen, az ő a program. Bocsánat. Itt a körnek előnye van. A körnek előnye van, ide így van. És a kör ezt már nem akarom elkiabálni, mert az X-nek lehetőségei támadtak itt. Viszont a körnek lehetőségei támadtak itt, viszont az X ezt itt védi, védeni kell, és az X elkezd támadni, az X én szerintem jobban áll, de a fenet se tudja. Az X jobban áll, tehát 4-2, és azt is írja, hogy elbactam, így van. Az X-es nyerte, hölgyeim és uraim, ezen támadás miatt. Tehát túl sok az X lehetősége, az X-es megnyerte, gratulálok. És 4-2 az állás, hölgyeim és uraim, az X nyert, gratulálok. Nagyon szépen játszik, mi le a kalappal. Bajnokunk nagyon szépen játszik, gratulálok. Megnyerte a játszmát. Gratulálok. Hát már későn írtam. Srácok, bocsánat, ha egy kicsit nagyon beleértem magamat... Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor iratkozzatok fel, ha gondoljátok a csatornára, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!